Folyamatosak a gépjármű mozgások itt az M44-es második szakaszán, ami azt jelenti, hogy az építkezés is immár gőzerőre kapcsolt. Mi a mai sajtótájékoztatónak az apropója, miért éppen ezt a helyszínt választották? Alapvetően azért választottuk ezt a helyszínt, mert az eredeti tervek alapján itt a hátam mögött lévő pillérekre éppen rá kell emelni azokat az óriási vasbeton gerendákat, amik az út alapját jelentik majd itt az átvezetésnél, a vasúti átvezetésnél. Sajnálatos módon azonban egy pici csúszás van, és nem most történik ez meg, hanem majd a mai nap folyamán, amikor délutáni órákban. De én azt gondolom, hogy nagyon látványos már, amit itt látunk körülöttünk, hiszen a kivitelezők beszámolói alapján, mind a három szakasz kivitelezőjének a beszámoló alapján a nagy földmunkáknak több mint 80%-ával már végeztek, és úgy nyilatkoztak, hogy július végére gyakorlatilag ezek a nagy földmunkák be is fejeződnek. Tulajdonképpen csak a záró rétegek elhelyezése fog hiányozni az útnál, és az utolsó munkálatok elkészítése fog hiányozni az útnál. Ugye ennek a szakasznak a része egy körös híd is, ennek az építése is ütemesen zajlik. Jelen pillanatban a helyszínen a hídelemek összeheggesztése az, ami aktuálisan most zajlik a jelen pillanatban, és szintén a nyár végével el fog készülni ez a egybe hegesztett híd, és akkor elkezdik majd a helyére tolását, ami egy hosszú folyamat lesz, naponta csak fél méter tudnak majd haladni, és utána tudják értelemszerűen a záró rétegeket, az aszfaltozást és egyéb munkákat elvégezni rajta. A Kondoros Békés Csaba szakaszt március közepén indították el, azóta is eltelt 3 hónap. Hogy haladnak ott a munkálatok? Hát ott is, mint ahogy annak idején itt is a régészettel kezdődött, és a leginkább akik a régi 44-esen közlekednek, két dolgot láthatnak. Az egyik a régészek munkáját, akik ott keresik a múlt értékeit, és a másik pedig a jelen értékeinek az építése, hiszen a kivitelező annak ellenére, hogy annak a szakasznak az átadása az bő egy évvel csúszik ehhez képest, tehát 2021 első negyedéve lenne, de úgy vállalta, hogy a régi M44-es csatlakozását azt ennek az útnak a átadásnak az időpontjáig el fogja készíteni, azért, hogy használható legyen a megyeiek számára teljes értékében ez az út. Többször beszélt már arról Makás sajtótájékoztató keretében, hogy majd a megépült M44-es fellendítheti a térségnek a gazdaságát, befektetőket hozhat ide. Most mennyit lehet elmondani a jelenleg folyó munkálatok alapján? Történtek-e ez irányban már változások, akár teremtette munkahelyeket az építkezés? Így van, nagy várakozással én azt gondolom mindenki itt Békés megyében az úttal kapcsolatban, és teljes joggal, hiszen azt láttuk, azt tapasztaltuk máshol, hogy pozitív hatásai vannak egy-egy ilyen út megépítésének. Én részben kiemelném a közlekedésbiztonság növekedését is, hiszen nagyon fontos az, hogy mindenki hazaérjen, aki elindul otthonról. A tavalyi esztendőben 565 személyi sérüléses baleset történt Békés megyében, és 710-en sérültek meg ezekben a balesetekben, és sajnálatos módon 17-en meg is haltak. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezen a statisztikán javítani tudunk ennek az útnak a megépítésével, már pedig mindenféleképpen, hiszen ez egy modern, korszerű út lesz, szembeforgalom nyilvánvalóan nem lesz, hiszen elválasztott sávokkal közlekednek majd az emberek, nem lesz szintbeni út, kereszteződés, mindenféleképpen biztonságosabb lesz az út, és mivel a megye leginkább használt útjáról van szó, ezek a statisztikák mindenféleképpen javulni fognak. Tehát ez egy nagyon fontos előrelépés lesz, de a gazdaság élénkítő hatása is és mindenféleképpen be kell következzen, és nagy várakozásaink vannak ezzel kapcsolatban. Azt kell látnunk, és azt kell mondanunk, hogy sok minden történt az elmúlt időszakban, hála Istennek a munkanélküliségi mutatóink is javultak itt Békés megyében, de még mindig nem dőlhetünk hátra, hiszen jelen pillanatban egy kisvárosnyi embernek nincs munkája, 10 ezer főnyi álláskereső van Békés megyében, ezzel szemben csak 2800 álláshelyet hirdetnek, tehát mindenféleképpen szükség van olyan cégekre, akik majd a út megépíte után ide jönnek Békés megyébe, és munkahelyeket létesítenek.
Nyilvánvalóan nem szabad elfeledkezni azokról a cégekről, akik már most itt vannak, hiszen nekik sokat köszönhet a megye, rengeteg embert foglalkoztatnak, ezek a megye gazdaságát jelen pillanatban ők képviselik, ők adják. Az ő pozícióik is javulhatnak, hiszen az, hogy 45 perccel közelebb kerülünk a fővároshoz, az az ő termékeik piacra jutását mindenféleképpen segítheti, ezáltal az ő pozíciók is javulhatnak. Én sokat várok tőle, sőt, még egy hatás mindenféleképpen lehet, hiszen jelen pillanatban a bérekben is le vagyunk maradva az ország többi részétől, 26% alacsonyabbak a bérek itt Békés megyében, mint az országos átlag. Jelen pillanatban 163 ezer forint a nettó átlagkereset Békés megyében. Ez a közmunkaadatok kivételével egy korrigált adat, tehát ez a ténylegeset mutatja. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen fel kell zárkóznunk az ország többi részéhez, a Békés-megyi emberek is megérdemlik azt, hogy ugyanolyan jövedelmel rendelkezzenek, mint az ország más részén élők, és ez segíteni fog a megye lakosság megtartó képességének is a növekedésében. Ez ugye a jövő, de a jelen mit mutat, akár az építkezésnek köszönhetően emelkedett a foglalkoztatottság, vagy akár az ingatlanok bérbeadása, értékesítése? Természetesen azt látjuk, hogy itt nagyon nagy nyüzsgés kezdődött az elmúlt időszakban. Ugye rengetegen dolgoznak az építkezéseken, nagyon sokan kerestek szálláshelyet, ez mindenféleképpen jelentkezik a környező településeken, ki tudják adni az ingatlanaikat az emberek. A kereskedelem is fellendült, hiszen ezek az emberek vásárolnak, fogyasztanak, étkeznek. Ez már most látszik, illetve az is látszik, hogy nagyon sok érdeklődő van, tehát tudják nyilvánvalóan az ország más részein is, hogy épül ez az út, és nagyon sok érdeklődő van, keresik már azokat a helyeket, ahol fejleszteni lehet majd a jövőben, és lehet hozni ide új munkahelyeket. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatónkon, az érdeklődő média képviselőit. Nagyon örülök annak, hogy eljöttetek, hiszen azt gondolom, hogy Békés-megye számára nagyon-nagyon fontos infrastruktúra fejlesztés zajlik jelen pillanatban, az M44-es építése, és én magam is járva az emberek között tudom jól, hogy mennyire kíváncsiak arra, hogy mi zajlik, hol tartunk éppen, ütemesen halad-e, nekem is nagyon sok kérdést tesznek fel. Ezért gondoltuk azt, hogy most elérkeztünk egy olyan szakaszához a kivitelezésnek, hogy ismét érdemes róla beszélni, esetlegesen képes beszámolókat is tartani, hiszen a kivitelezők beszámoló alapján, elmondása alapján a középső szakasznak, a gondolos tiszakült szakasznak a kivitelezése az ott tart, hogy a nagy földmunkák hamarosan befejeződnek, a nyár végére mindenki be fogja fejezni, legtöbben már az utolsó egyméteres réteget teszik rá az út tetejére, úgyhogy hamarosan az az őrült nagy kamionforgalom, ami jellemezte a megyét, hiszen az anyagot ide kellett hordani, nem csak belföldről, külföldről is, ez talán meg fog szűnni, és könnyebb lesz ismét közlekedni a régi 44-esen is, és a megye útjain. De a lényeg az, hogy nyár végére óriásit lépünk előre a kivitelezésben. A útcsatlakozásoknál, vasúti és közúti csatlakozásoknál a átvezető pilléreknek a felhelyezése az a napokban elkezdődött. A mai napon itt is elméletileg, ahol állunk, meg fog valósulni. Információink alapján a Körös híd hídelemeinek az összeheggesztése már zajlik, és szintén a nyár végén ez a híd, a hídelem a helyére kerül, helyére lesz tolva. Az információk szerint, a kivitelező információ szerint egy olyan eljárással fogják a helyére helyezni, ami napi fél métert fog előre haladni, a teljesen összeheggesztett, egybeépített híd, és úgy lesz a helyére elhelyezve. Nagyon fontos, én azt gondolom megemlíteni azt, hogy a kondorosi csomópontnál, ahol ugyan már a Kondoros Békés Csaba szakaszt érinti a kivitelezés egy része, ami tudjuk jól, hogy bő egy éves csúszással kerülne átadásra, de a Kondorosi csomópont környékén a kivitelező úgy vállalta, hogy ott az első szakasznak, a Kondoros Tiszakő szakasznak az átadási időpontjához közel, tehát 2019 végén az a csomópont olyan állapotba fog kerülni, hogy használható lesz a közlekedők számára. Én át is adom a szót
Nemzeti Infrastruktúra ZRT képviselőjének, aki beszámol néhány adatról még, sajtóképviselőjének, és utána kérdéseket is természetesen fel lehet tenni. A térség, de azt gondolom, hogy több megye egyik leginkább várt fejlesztése, beruházása, az M44-es gyorsforgalmi útnak az építése. Néhány hónappal ezelőtt, február végén adtak utoljára sajtótájékoztatót, illetve tájékoztatták a nyilvánosságot a beruházási állásáról. Azóta mi történt? Igen, a téli szünetben találkoztunk, akkor nem nagyon volt munkavégzés az M44-en, most pedig több szakaszon gőzerővel zajlik a munka. Örömhír, hogy igazából a nagy tömegű földmunkák azok a végéhez közelednek, olyan 90-95%-on áll mindhárom szakaszban a földmunkáknak az állapota, és nyár végére, ha minden igaz, akkor ez be is fejeződik, ami ugye azt jelenti, hogy a tehergépkocsi forgalom az ugye csökkenni fog itt a környéken. A földmunkák mellett már ugye ezekkel párhuzamosan a cementstabilizációs alaprétegnek a letétele került meg szintén mind a három szakaszon több kilométer hosszon, illetve vannak már olyan részek, ahova az alapaszfalt réteg is felkerült a burkolat teljes szélességében. Nagyon jól haladnak a hídépítési munkálatok is mindenhol. Itt, ahol most vagyunk Csabacsűdnél, a vasúti felüljárónak a gerenda beemelésére kerül például sor a mai és a holnapi nap során. Ez azt jelenti, hogy vasúttal fogják idehozni az átívelő gerendákat, és a helyére kerül, ez egy nagyon látványos része lesz majd a munkavégzésnek. Ki tudnám emelni ugye a Körös hídnak az építését a hídépítési munkáknál, ahol jelen pillanatban a betonszerkezetnek az összeszerelése zajlik, összehegesztése, és amikor ez megvan, akkor utána kezdődik el majd egy hónapon belül körülbelül a hídnak a betolása, ami szintén egy hónapos elég lassú folyamat. Az egész szerkezetet nagyon-nagyon lassan meghatározott műveletek után fogják ugye a helyére tolni majd. Azt gondolom, hogy az is egy nagy eredmény a projekt életében. Örömmel tudunk arról beszámolni, hogy márciusban letettük a Kondoros Békés Csaba ütemnek az alapkövét is, vagy hát elindítottuk ugye a beruházást. Akkor ott nagyon előkészítő munkák voltak, most viszont már itt a Tiszakürt Kondoros szakaszhoz kapcsolódó részen ott is nagy tömegű földmunkák vannak, és már ott is néhány ilyen próbaaszfalt is letételre került. Pontosan azért, hogy ez a Kondoroshoz közeleső rész 2019 harmadik negyedévére hozzá tudjon kapcsolódni a megépült M44-hez. Ez azt jelenti egyébként, hogy jelenleg a második szakaszt illetően, tehát a Tiszakürt-Kondorosi szakasz esetében tartható a 2019 harmadik negyedév? Jelen pillanatban minden úgy néz ki, hogy igen, 2019 harmadik negyedévében már fogják tudni használni ezt a 60 kilométeres szakaszt a közlekedők. Hogy néz ki az ütemezés, hiszen jelenleg 2018 nyarát írjuk. Említette, hogy azért már több kilométeren keresztül aszfalt borítja az M44-es. Ez hogyan fog akár tovább bővülni az idejében? Igen, megvan ugye a földmű építés, tulajdonképpen ennek a végére járunk. Nagyon sok helyen még a felső egy métert terítik le a vállalkozók. Ez az, amit mondtam, hogy nyár végére ez is be fog fejeződni. Utána a következő látványosabb elem, amikor a cementstabilizációs aszfalt réteg felkerül a pálya szerkezetére, ez egy betonréteget jelent, majd erre jön az alapaszfalt réteg, ami meg ugye majd a közlekedést fogja már segíteni, felfestések, stb. Tehát igazából ennek a jegyében fog telni az elkövetkező időszak, és ahogyan látják, a hídépítések tekintetében még nem mindenhol állunk olyan jól, mint ahogyan ugye a pályaépítésnél. Ott nagyon sok helyen már len vannak a cölöpök, meg vannak a támaszok, megépültek a hídfők, gerenda beemelésekre kerül sor, és így halad szépen folyamatosan előre a beruházás 2019 harmadik negyedévig. Azt egyébként hogy tapasztalták, hogy a meglehetősen szélsőséges időjárás mennyire befolyásolta a kivitelezést? Igazából az időjárással azzal mindig kalkulál a kivitelező akkor, amikor elkészíti egy projektnek, egy több éven keresztül húzódó projektnek az ütemezését. Azt gondolom, hogy igen, volt az idei télen nagyon nagy hideg, de talán két hét volt az, amivel többet kellett állni a munkának, amiatt, hogy az extrém időjárási körülmények nem engedték a munkavégzést, de viszont megjött a jó idő, és az pedig alkalmat adott arra, hogy ezt a lemaradást ezt be tudják hozni, ezért van az, hogy marad az ütemezés ilyen pillanatban. Nem beszéltünk még a harmadik, a Tiszakürt Kecskeméti szakaszsal. Legutóbb arról adtak tájékoztatást, hogy már megkezdődött a közbeszerzés. Ez hogyan alakult? Igen, ez a Tiszakürt Kecskemét szakasz is több szakaszban, több részben épül majd. Ami eredményes, amiről most be tudok számolni, az a Lakitelek Tiszakürt szakasznak a kivitelezési közbesze. Megvan a nyertes kivitelező, tehát sikerült nyertes kivitelezőt kiválasztanunk a közbeszerzési eljárás keretében. A 9,9 kilométeres szakaszt egy 50 milliárd forint értékben a Duna Aszfalt Kft. Fogja építeni.
Ezek szerint vannak még olyan szakaszai ennek is, ahol majd csak ezt követően indul meg a közbeszerzés? Igen, a többi részen ilyen pillanatban előkészítési munkák zajlanak, a kivitelezési közbeszerzés indítására még néhány hónapot várni kell. Hogyan alakulhat akkor a teljes M44-es átadás a 2019 harmadik negyedév, ez a bizonyos középső szakasz, ha jól tudom 2021. januárja a Kondoros Békés Csaba. Mi a helyzet a végleges beruházással? Megmondom őszintén, hogy mivel még nem írtuk ki az utolsó két szakaszra a kivitelezési közbeszt, nem jósolnék messzire. Jelen pillanatban ezek azok a számok, amiket mi is látunk, 2019 harmadik negyedévét és 2021 második negyedévét várjuk nagyon. Köszöntök én is mindenkit, és hogyha visszaemlékeztek, akkor egész hidegben találkoztunk itt utoljára, és akkor azt mondtam, hogy a téli leállásnak az időszakát éljük, nem nagyon volt munkavégzés itt az M44-nél, hát azóta a helyzet változott. Ezen a hármas szakaszon, itt a második ütem hármas szakaszán több helyen gőzerővel folyik a munka. Azt gondolom, hogy a nagy részét az információknak képviselő úr tökéletesen elmondta. Én igazából azt szeretném kiemelni, hogy az M44 az azért is egy rendkívül fontos beruházás, mert ugye egy 60 kilométeres szakasz ez a második ütem Tiszakürtől Kondorosig, és hazai forrásból megvalósuló beruházásról beszélgetünk. A második ütem a Tiszakürt Kondoros szakasz 145 milliárd forintból, és a hozzá kapcsolódó szakaszok pedig még sokszor 10 milliárd forintból valósulnak meg. Említett a képviselő úr a Kondoros Békés Csabát, ami egy 17,5 kilométeres szakasz, ott a kivitelezés nettó értéke 41 milliárd forint, és örömmel tudok beszámolni arról, hogy sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le a Lakitelek Tiszakürt ütem kivitelezőjének kiválasztására is. Ez egy 9,9 kilométeres szakasz, és itt a kivitelezés nettó olyan 50 milliárd forint között lesz. Ez az összeg ez azért tűnhet ilyen magasnak, mert egy négysávos Tisza hidat is tartalmaz ugye ennek a szakasznak a megépítése, aminek a munkaterület átadása majd a jövő hónap abban kezdődik, és azon az ütemen is elkezdődnek a munkák, úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy jelen pillanatban itt az M44-nél minden a terveinknek és az ütemezésnek megfelelően halad, és ugye az első nagyobb mérföldkő az 2019 harmadik negyedév, amikor ennek a második ütemnek az átadására majd sor kerülhet.